Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Pénteken adták át ünnepélyes keretek között a kaszinó épületében létrehozott kormányablakot és foglalkoztatási osztályt. Most először erről számolom be Önöknek. Nagy öröm számunkra, hogy a 12-et kormányablakokból egy tucatnyit elérve átadhatjuk most itt Ajkán. Így már 12 működő kormányablak várja Veszprém megyei lakosokat 10 járás székhelyen. Egy tapolcai kormányablak átadására kerül még majd sor ebben az évben, az lesz, amelyen a sort zárjuk, és így mindegyiket, mind a 13-at át tudtuk adni. Külön öröm számomra az, hogy itt nem csak kormányablak átadásról beszélhetünk, hanem az országosan 56 foglalkoztatási osztály, amely megújul, azok között a 4 Veszprém megyei között, ezt is utolsóként a Ajkai, tehát azt jelenti, hogy azt a célt is elérve, vagy befejezve azt a feladatot is, mai nap át tudjuk adni. Tehát itt nem csak kormányblokkot adunk át, hanem foglalkoztatási osztályt is, és a teljes épület, amely eddig funkció nélkül volt, funkcióval betöltve, igazából feladatát ellátva, 2 ügyfélteret magában foglalva várja majd a 11 település közel 40 ezer lakosát. 605 négyzetméter újult meg, 120 millió forint összértékben. Elsősorban, ami még fontos és kiemelendő, a Veszprémi kormányhivatal szempontjából itt egy hatalmas megtakarítást is elérünk ezt követően, hisz eddig a foglalkoztatási osztály Ajkán egy bérelt ingatlanban kapott helyet. Közel 10 millió forintos nagyságrendű bérleti díjkiadást jelentve a kormányhivatalnak éves összesenben. A átalakítás következtében természetesen ide kerülhet és itt foglalhatja le helyét. Ez megtakarítást jelent számunkra, és az adóforintokból így ezáltal kevesebb adóforintból tudjuk ellátni a közfeladatot Ajkán is. De az okmányiroda, amely ide költözik és kormányblokként működik tovább, az ő helyére is be tud költözni a városházára. Az a földhivatali osztályunk, amely szintén bérleményben kap helyet, és közel 18 millió forintos éves bérleti díjat takarítunk a tekintetbe is. Tehát mondhatjuk azt, hogy Ajkán nem csak megújult egy funkció nélküli épület, hanem a kormányhivatal még 28 millió forint bérleti díj megtakarítást is elkönyvelhet, lehet így mondani. A kormányhivatal, a gazdasági minisztérium közleműködésével, illetve az emberi erőforrások minisztériuma közleműködésével most integrált ügyfélszolgálatokat adunk át, mint ahogy a kormány megbízott úr is említette. Ha visszagondolunk az elmúlt 5 esztendőre, vagy amikor indult a második Orbán kormány, akkor beszélhetünk arról, hogy az ügyfelek bizalma valahogy elillant az államigazgatás iránt, nem volt bizalom az állam feladatellátása következtében azokban az ügyekben, amikor az ügyfél megjelent és az ügyét el kellett, hogy intézzük. Az ügyfelek általában görcsösen szoktak beérkezni egy-egy hivatalba, és mi azt tűztük ki célul, hogy próbáljuk ezeket a görcsöket eloszlatni, próbáljuk azt a bizalmat, ami elfogyóban volt az ügyfelek részéről az állami ügyintézés iránt valamilyen formában visszaszerezni. Ez átalakítottuk magát a rendszert is, nem csak integrált szervezeti egységeket hoztunk létre a területi szinten, így a kormányhivatalt vagy a alsó középszintet, a járási hivatalt, hanem ehhez egy új formát, az úgynevezett integrált ügyfélszolgálati irodákat, a kormányablakokat hoztuk létre. Ez szóval 29 volt az országban, ez ma a 208. átadás, és évvégéig el fogjuk érni a 240-et, a jövő esztendővel pedig 278 ilyen kormányablak kerül majd átadásra. Amiről beszéltem, a bizalom visszaszerzésének egyik szintere nem csak az, hogy jól néz ki, mert hiszen az nem mindig elegendő, hogy jó a dizájn, ahogy szokták mondani, hanem fontos az, hogy ennek a lelke az, az itt dolgozók munkája. És ezért szeretném is eddig mi munkájukat megköszönni, és bízva abba, hogy önök, mint azt kell mondjam, az elsődleges találkozás az állammal ezen a szintéren, az állam arcaiként is megjelennek, hiszen nem mindegy, hogy az állam polgár miként találkozik az állammal, egy mosolygós ügyintézővel, egy szakszerű munkát végző ügyintézővel, vagy egy akár hatalmi viszonyok oldaláról munkát végző ügyintézővel, mert akkor azokat a görcsöket, amiről az elején beszéltem, nem lehet feloldani. De azok a visszajelzések, hogy nem csak a maga forma változott és kulturált formát mutat, hanem az ügyintézés kulturáltsága is jelentősen emelkedett, jelentősen nőtt az elmúlt időszakban. Ezeket nem csak az önkéntes ügyfél elégedettségi mutatók nyújtják számunkra, hanem az is, hogy minél többen fordulnak a kormány ablakokhoz. Azt lehet mondani, hogy eddig az év első 3 negyed
szeptember 30-ával bezárva, 3-4 évig. Összesen mintegy olyan 3,5 millió ügyünk volt a kormányablakoknál. Ez 2,7 millió ügyfelet jelentett, tehát közel másfél ügy jutott egy-egy ügyfélre, és ezeknek a száma jelentősen nő. Azt gondoljuk, hogy a következő esztendőben, amikor a teljes rendszer kiépítése kerül, akkor mintegy 10 millió ügy intézhető már a kormányablakok. Köszönhető ez annak is, hogy valamikor 30-ról indultunk, 30 ügytípus volt, ami itt elintézhetővé vált, jelenleg ez 423, de a kihirdetett közlöny hatályba lépésével december 9-től ez meghaladja az 500 ügytípust, és megcéloztuk az 1000 feletti ügytípust, amit itt lehet intézni. Az új informatikai rendszer azért fontos, hát ez a másik lelke ennek az egész új integrált ügyfélszolgálatnak, hiszen a jövőben a legfontosabb az lesz, hogy a különböző szakrendszereket Magyarországon az elmúlt 20 esztendőben úgy fejlesztették az informatikát, hogy ágazati módon. Nem gondoltak arra, hogy egyszer majd lesz egy olyan kormány, amely az integrativitásra törekszik, tehát hogy együtt legyen minden egy helyen, akár a kormányhivatal kialakításával, akár az ügyfélszolgálattal, hogy nem ilyen az én házam, az én várom, ilyen tárcasovinizmus szerint vannak elosztva az ügyek, hanem mindent egy helyen lehessen intézni. És ezért a szakrendszereket össze kell kapcsolnunk. Ezért az informatika fejlesztése rendkívül fontos, és ennek van egy másik lépése, ugye Ajkán nincs probléma, Veszprém megyében nagyon kevés helyen van probléma, hogy a szélessávú internet miként érhető el. De vannak olyan térségei az országnak, hogy a szélessávú internet gyakorlatilag nem elérhető. És ez azért fontos, és ezért van meg az a kormányzati célkitűzés, hogy mintegy 3,6 háztartásban Magyarországon ennek a ciklusnak a végére mindenhol szélessávú internet kapcsolódási lehetőség legyen. Tehát ne az határozza meg az életminőségét, hogy ki hol lakik, hanem az, hogy az állam megteremti a lehetőséget, és az ügyfél vagy az emberek választanak azon, hogy kapcsolódni szeretnének-e a világhálóra, vagy nem. Ma már tudjuk azt is, hogy nagyon sok okos telefon van, forog, mindenki zsebébe található egy is. Az idősebb korosztálynak már komoly feladatot jelent ennek a megtanulása. De azt gondolom, hogy ez azért is fontos, mert ha ez kialakul, ez a hálózat, akkor bárhonnan, mivel általános ügyintézés, tehát a lakcímkártya kivételével talán kell, hogy mondjam, nem az illetékességhez vagyunk kötve, hanem bárhol az országból ezen keresztül lehet ügyeket intézni. És hát ha ez még hozzáteszünk majd az e-kártyát, hogy egy kis kártyát kell majd a zsebünkbe hordani, igaz, hogy egy ekkora tokkal, amin aztán le kell húzni, de mégiscsak azon lesz az összes igazolványunk az adókártyán keresztül, a társadalombiztosítási azonosító jel, ugye az a neve, és az okmány családon keresztül, ez mind-mind segítség lesz. Ezek a mi terveink. Azt pedig azt gondolom, hogy mindannyiunknak fontos, és Ajka városnak is fontos, hogy több mint 100 millió forint állami pénz került ide Ajka városába, mert azt kell mondjam, hogy nincs önkormányzati ügyfél, nincs kormányhivatali ügyfél, hanem Ajka és Ajka környéki ügyfél van, melyeket egyformán kell kezelnünk, egyformán kell a szolgáltatás számukra nyújtani. A kormányablak és foglalkoztatási hivatal munkatársai mennyire elégedettek a mai nap folyamán átadott épülettel? Valamennyi kollégám és én magam is teljesen elégedettek vagyunk az épülettel, hisz a foglalkoztatási osztály korábban a Móra Ferenc utca 24 szám alatti ingatlanban működött, most egy teljesen felújított épületet kaptak a kollégák új bútorzattal. Az épületet november 23-án tudtuk elfoglalni, akkor már megkezdtük az ügyfélfogadásunkat, az ünnepélyes átadásra pedig a mai napon került sor. Mely napokon, hány órától hány óráig várják az ügyfeleket? Ügyfélfogadásunk mindkét szervezeti egységnek minden nap van. A kormányablak osztályunkon két olyan munkanap van, amikor hosszított nyílt határtással fogadjuk az ügyfeleket. Ez a hétfő, amikor reggel 7 órakor kezdünk, és 17 óráig tudjuk az ügyfeleket fogadni, illetve a csütörtöki munkanap, amikor 8 órai kezdéssel 18 óráig tudjuk fogadni az ügyfeleket. A többi munkanapon kedszerd a 16 óra 30-ig, pénteken pedig 14 óráig fogadjuk az ügyfeleket. A foglalkoztatási osztálynak az ügyfélfogadása annyiba módosult, hogy a keddi munkanapon is, tekintettel arra, hogy közös épületbe kerültünk elhelyezésre,
nyitvatartási időt biztosítunk az ügyfeleknek. Hány kollega várja az ügyfeleket? A kormányablakban 9 munkaállomáson fogadjuk az ügyfeleket. A 9 munkaállomásból 2 munkaállomásunk Photoshop funkcióval is működik, ahol a személyi okmányok elkészítésére van lehetőség, illetve egy munkaállomás kiűszi funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a személyi okmányokon kívül egyéb más családtámogatási kérelmek, nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség van. A foglalkoztatási osztályon 4 irodába fogadjuk az ügyfeleket, ebből egy irodahelyiség lent van a földszinten, hogy a mozgáskorlátozott ügyfeleink számára is elérhető legyen. Ott 3 munkaállomással biztosítjuk az ügyfélfogadást, illetve az emeleti irodahelyiségekben 2-2 ügyintéző fogadja az ügyfeleket a nyitvatartási időben. A mozgáskorlátozottak és a hallássárkárosultak hogy vehetik igénybe a szolgáltatást? Az egész épület akadálymentes, tehát a hallássérülteknek, a mozgáskorlátozottaknak is mind a bejutása, mind a hallássérülteknek indukciós urok segíti a könnyebb ügyintézést. Az autóval érkezők hol parkolhatnak és díjmentes-e számukra a parkolás? Az autóval érkezők az épület előtt parkolhatnak, illetve az épület mellett is parkolóhely biztosított számukra, és díjmentes parkolás biztosított. Az ügyfeleknek időpontot kell kérniük, vagy bármikor jöhetnek? A nyitvatartási időben az ügyfelek bármikor jöhetnek, mindkét szervezeti egységnél ügyfélhívó rendszer működik. A kormányablak osztálynál új ügyfélhívó került elhelyezésre, ott ügytípusonként tudnak az ügyfelek sorszámot húzni, és természetesen az adott kolléga, aki éppen nem foglalkozik ügyféllel, behívja a soron következő ügyfelet, tehát valamennyi ügyintéző kolléga mindenféle ügytípussal foglalkozik. A foglalkoztatási osztályon az információs pultba osztják az ügyfeleknek a sorszámokat, ahol egy számítógépbe kerül rögzítésre a sorszám, és az ügyfél várótérbe, aki ezt képernyőn láthatják, hogy melyik irodahelyiségbe kell menni. Sorszámot kérni a világhálón keresztül is lehetséges-e? Igen, természetesen lehet. Az időpont kérése nem változott azáltal, hogy a szervezeti egység egy új épületbe került elhelyezésre, ugyanúgy az interneten keresztül lehet időpontot foglalni. A hivataloknak az e-mail címei és telefonszámai változtak-e? A hivataloknak igen, változott egyrészt az e-mail címe, de nem a költözés miatt, hanem egyéb informatikai átalakítás miatt. Ezeket közzétettük honlapunkon is, illetve a kiadmányainkban már az új e-mail cím, illetve az új telefonszámok is szerepelnek, illetve az ajka.hu honlapon is közzé fogjuk tenni. Minden ügyintézés ebben az épületben folyik? A járási hivatal ügyintézései közül igen, a kormányablak ügyintézés, amely kiköltözött a Szabadság tér 12 alól, illetve a foglalkoztatási osztály ügyintézője. Természetesen a járási hivatalnak van olyan szervezeti egysége, amely a Szabadság tér 12 szám alatt maradt, de a kormányablakhoz, vagy korábbi néven okmányirodához tartozó ügyintézés helye az Új Élet utca 8 szám alatti ingatlanba, a közismert néven a kaszinó épületébe található.